A reklám előtt a civileket megbélyegző törvény elleni tüntetésről beszéltünk, most egy petícióval folytatjuk, ami ugyanebben az ügyben íródott, és számtalan művész és közéleti ismert szereplő írta már alá, többek között Radnóti Sándor, aki a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Mi értelme van az ilyen típusú nyílt leveleknek, petícióknak? Értem, hogy mi az, ami ellen felszólalnak, miért háborodnak föl, valószínűleg a nézőink is értik. Mit remélnek elérni egy levéllel? Hát, ha az értelmén azt érti, hogy megváltoztassuk a kormányzati szándékot, nem gondolnám, hogy bárki lenne olyan naív az aláírók közül, aki ebben reménykedik. Két célja van minden ilyen típusú tiltakozásnak. Az egyik for the record, ugye, hogy ez fel legyen jegyezve, hogy mégiscsak van valami történelmi felelőssége is mindenkor értelmiségének, hogy tiltakoztak. Ez volna a távlatibb, vagy ha tetszik, patetikusabb válasz. De van egy aktuál vagy realpolitikai értelme is. Mindenfajta ellenállásnak van értelme, az ellenállások összeadódnak, és valamikor elérnek egy kritikus pontot. De hogy ez mikor van, ezt persze nem tudom meg. Lehet ez a kritikus pont akár most, vagy mostanában? És ön hogy érzi? Bármikor lehet. Miért érzi annyira kritikusnak ezt a pontot, hogy aláírta ezt a petíciót? És nem, itt most általánosságban beszélek. Én ezt értem, hogy általánosságban mondja azt, hogy egy idő után összeérnek ezek a tiltakozások, és hát ha átbillen valami. Más értelemben viszont ugye ezt most nyilván egy elég fontos, hogy úgy veszük, kritikus pontnak érzi konkrétan ezt a civil törvényt, hogyha felemeli a szavát ellene. Miközben a kormány, ahogy erről az előbb is beszéltünk, úgy tesz, hogy hát itt senki nem bántja a civileket. Hát, ha bármit elém tesznek, amivel egyetértek, azt aláírom. A civil törvény elleni tiltakozást azért írtam alá, mert tökéletes abszurdumnak tartom ezt a törvényt. És ha nem tiltakozás formájában, hanem megbeszélés formájában, üljünk le az asztalhoz, felszólítás formájában beszélünk erről, akkor már is benne vagyunk abba az utcába, ahol elkezdődik a jogászkodás, ahol azokat a elképesztő hazug érveket mondják, hogy ilyen van másutt is, ugye ilyen van Amerikában is, holott pontosan tudjuk, hogy egy helyen van ilyen, Oroszországban, ahol 4 évvel ezelőtt vezették be, és ez alatt a 4 év alatt már 27 civil szervezet szűnt meg ennek következményeképpen. Az analógia, amit Amerikára mondanak, ez pedig valami tökéletesen más dolog, semmi közel. Ott lobby törvény van. Az a lobby törvény, tehát ha egy nyugalmazott tábornok vállalja azt, hogy bizonyos kérdésekben Törökország érdekeiért felemeli a szavát, akkor ezt be kell jelenteni, ez nagyon helyes, ennek nyilvánosnak kell lennie, mint ahogy vannak magyar lobbisták is, akik a magyar kormány érdekében emelik fel a szavukat Amerikába, és azoknak is be kell jelenteni a magukat. Ennek semmi köze nincs a civilekhez, a civil szervezetekhez, amelyek elfogadnak különböző külföldi forrásokból pénzeket, de nem függnek ezektől, és nem is azonosak a céljaik. Ugye arról van szó, hogy ezek olyan szociális, jótékonysági, rendkívül fontos törekvések és célok, amelyek mindenütt a világon vannak, és amelyeknek egy részét mindenütt a világon civil mozgalmak, civil szervezetek végzik, és erre pályázni lehet, és ezeket a pályázatok időnként külföldről származó pénzeket jelentenek. Lehet-e a kormány célja Magyarországon az is, hogy a törvénytől teljesen függetlenül, vagyis hogy végül az mire kényszeríti ezeket a szervezeteket, bár tudom, hogy ezt sem szabad elfelejteni. Egyszerűen a magyar társadalomban a bizalmatlanság magjait hincs el a civil szóval, meg a civil szerveződésekkel hát kapcsolatban. Ez alatt a 7 év alatt állandóan láthattuk, hogy hogyan teremtettek meg összefüggéseket egymáshoz nem tartozó szavakkal, tehát hogy a civil szervezetek ügynökök, ugye az ügynöknek nagyon rossz hangulata van magyarul, más nyelveken
nincs ilyen rossz asszociáció vele kapcsolatban. Ugye külföldi kém, külföldi megbízott, külföldi érdekek szolgálja, és így tovább. Természetesen ez egy megbecstelenítő, becsmérlő, bélyeget az emberre tevő, vagy a szervezetre tevő jelző, amelynek rettenetesen súlyos következményei vannak. És nyilván egy idő után már akár megnézi valaki a szervezet honlapján, hogyha átmegy a törvény, hogy ott van-e a jelzés, hogy én külföldről kapom a pénzt, vagy nem. Egyszerűen egy szervezet bírálja a kormány politikáját, és azt mondja, hogy ő civil alapon teszi ezt. A választópolgárok egy része rögtön azon fog gondolkozni, hogy ez nyilván felbérelte valaki, ez nyilván valamiért mondja ezt, amihez magánérdek fűződik. És itt tovább. Csak... Mit tehet ezzel kapcsolatban, ezzel szemben? Az értelmiség? Tiltakozik, követeli, hogy ne legyen, hogy ne szavazzák meg ezt a törvényt, de mint előbb is mondtam, ilyen reményem nincsen. Csak most azért mondtam, hogy tegyük föl, hogy nem szavaznák meg a rossz szó, tehát ugye a szellemi kútmérgezés bizonyos értelemben már akkor is megtörtént. A párbeszéd már akkor is arról szól, és nagyon sok ember akkor is annyit értett meg, hogy a civil szervezetek gyanúsak. Így van. Ugye az egész magyar hivatalos politikának a filozófiája ellenségképek örökteremtése. Ugye van egy nagy és rettenetesen ellenszenves német politikafilozófus, pontosabban volt Carl Schmitt, aki azt mondta, hogy a politika az ellenség és barát megállapításának a világa. Tehát tulajdonképpen ellenség megállapító és barát megállapító rendszer a politika. Vagy barát valaki, vagy ellenség valaki. Na most ez a Schmittiánus, egyébként ő maga Hitler támogatója volt, ez a Schmittiánus politikai filozófia jellemzi a mai magyar hivatalos politikát. Figyelje meg, hogy állandóan újra és újra ellenségeket kell találni, ellenségekre kell rámutatni, és az ember kíváncsian várja, hogy ki lesz a következő ellenség. Én néhány, egy másfél-két hónappal ezelőtt írtam a HVG-be egy cikket, amelyben felvetettem azt a lehetőséget, hogy Soros György fogja Fethullah Gülennek, ugye a török Fethullah Gülennek a szerepét eljátszani Magyarországon. Ő az az Amerikában élő ember, akire mindent rákennek, ő csinálta a puccsot, és Erdogan börtönbe zárat mindenkit, akire rásütheti, hogy valaha kapcsolatban állt vele. Ezt várja Magyarország? Na most ezt nem várom, legalábbis egyelőre nem ez a helyzet, de hogy a Fethullah Gülen szerepe elkezd illeni a Sorosra. A tegnapi tüntetés, a tegnap előtti tüntetés, egyszerűen újra és újra azt mondják, hogy minden mögött Soros György pénze van, és ezen közben ugye az emberek elfelejtik, hogy mennyit köszönhet Magyarországnak Magyarország Soros Györgynek, hogy itt végül is egy gazdag emberről van szó, aki nagyon-nagyon sok jót tett a világon sok helyen és Magyarországon is. Azt is írta egy ennél sokkal közelebbi cikkében, ez ma jelent meg talán, vagy tegnap, ami Tarr Béla kiállításának kapcsán íródon, hogy érdekes módon még azok az értelmiségiek sem tudnak például a menekültüggyel igazán mit kezdeni, és a kerítés ellenállást foglalni, akik egyébként a CEU mellett állnak, a Népszabadság mellett állnak, a civil szervezetek mellett állnak, rengeteg más mostanában fontos ellenzéki témában véleményt tudnak nyilvánítani, de nem tudják igazán felemelni a azzal szemben, ami a számkivetettekkel történő gyalázatos bánásmód, azt hiszem így fogalmazott. Így van. Miért? Azért, mert ugye aki politikában gondolkodik, politikai sikerben gondolkodik, az leveszi a napirendről ezt a kérdést, mert úgy látja, hogy olyan sikeres ez a gyalázatos propagandája a kormánynak, illetve a hivatalos politikának, amely egyrészt hordákat fantáziál, akik meg akarják támadni Magyarországot, amely tökéletesen összemossa a nyomorult menekülteket, akik
szenvednek és elkényszerülnek hagyni országaikat a terroristákkal. Ez lényegében ma már, ugye már menekült szót, ugye ez nagyon érdekes a szavaknak a világa, az, hogy a menekült szót nem lehet már kiejteni, hanem ehelyett a migráns szót kell kiejteni. A migráns az valaha egy leíró, tudományos kifejezés volt, ma egy gyalázkodás, amely tökéletesen azonossá válik a terroristával, és ez olyan erős, ez ugye a legalantasabb és leggyalázatosabb ösztöneket, az idegen gyűlöletet szítja fel, és ez olyan erős, hogy általában azok az emberek, akik politikai realitásokban gondolkodnak, és a holnapi nap politikai perspektívájában, azok ezt inkább zárójelbe teszik, ezt a kérdést, nem akarnak vele sokat foglalkozni. És ön szerint? Én szerintem egy általános kritikát kell gyakorolni a mai magyar politika fölött, amelybe ez is a leghatározottabban beletartozik. Természetesen gaztett a CEU megsemmisítése, gaztett a Népszabadság megsemmisítése, gaztett az egész jogállamnak a felborítása, és ezeket a gaztetteket napestig lehet sorolni, de ebben a ezek gaztettek sorából nem lehet elfelejteni azt, hogy mi történik ma Magyarországon a már nem is itt, már nem is lévő, alig lévő menekültekkel, mi történt az elmúlt hónapokban, hogy hogyan került egy nyomorult, szerencsétlen, aki néhány kavicsot eldobott terroristaként egy elképesztő börtönbüntetés áldozatával, hogy gyerekeket rabosítanak. Ez nem lehet elfelejteni, ezt nem lehet kihagyni a történetből, ami ma Magyarországon a hivatalos politika. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét.